fejeztük be, vagy dolgoztuk ki a gyermekvédelmi irányelveinket a Hintalovon Alapítványnak a segítségével, ami kimondja, hogy minden esetben, amikor a mentor tudomására jut olyan információ, amit tudnia kellene a nevelőnek, vagy akár szakmai vezetőnek, vagy akár felsőbb körökben fenntartónak, akkor nyilván annak megvan a maga módja, hogy a mentor az hogyan jelez, és sokszor voltunk már ilyen helyzetben, hogy maga a gyermek elmondta, hogy hazament hazalátogatásra hétvégén, és hogy megverték őt, és ezt nem merte elmondani a nevelőnek, viszont a bizalmasának, a mentorának igen, és akkor mi itt közbe tudtunk avatkozni, közbe tudtunk lépni. Stabil, elfogadó érzelmi hátteret és támogató kapcsolatot próbál adni gyermekotthonban élő, sokszor többszörösen traumatizált gyerekeknek a Gyermekhíd Alapítvány. A szervezet néhány állandó munkatársal és több tucat önkéntessel igyekszik legalább részben pótolni a családi hátteret azoknak a gyerekeknek, akiknek nem jutott ilyen. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Én Horn Gabriella vagyok. A műsor eheti vendége Jó Beatrice, a Gyermekhíd Alapítvány operatív igazgatója. A Gyermekhíd Alapítványról én annyit tudtam korábban, hogy több más alapítványhoz hasonlóan gyermekotthonban élő gyermekeknek segítetek. Miben különbözik a ti alapítványotok egy másik szervezettől? Szervusz, és köszöntök minden hallgatót. Nagyon örülök, hogy tudunk az alapítványról bővebben beszélgetni. A Gyermekhíd Alapítvány abban különbözik a többi alapítványtól, hogy mi az érzelmi biztonság nyújtására helyezzük a hangsúlyt. Több kutatás is mutatja, hogy a magyar társadalom sokkal inkább tárgyi adomány központú. Az emberek sokkal szívesebben adakoznak olyat, ami megfogható, ami látható, ami jól követhető. És ez egy nagyon szép dolog egyébként, hogy a magyar társadalom erre nyitott. Erre is szükség van. Viszont a gyermekotthonban élő gyerekek esetében nem annyira a tárgyi adományozásra van szükség, nem a tárgyi eszközökre, mert hogy hál' Isten, nekik ezekben a dolgokban, így a tárgyi dolgokban, anyagi javakban nincsen annyira hiányosságuk. Viszont az érzelmi biztonság terén vannak hiányosságaik. Hogy tudtok ebben segíteni? Itt talán onnan indítanék, hogy nézzük meg, hogy mi történik egy gyermekkel, aki bekerül a szakellátásba, és aztán pedig rögtön kapcsolódni is fogok ahhoz, hogy mit is csinálunk mi. Amikor egy gyereket kiemelnek a családjából, akkor általában az azért történik, mert valamilyen elhanyagolást vesz észre a gyermekvédelmi rendszer, a jelzőrendszer, a gyermek jóléti szolgálat, és aztán a gyámügy. Elhanyagolás, bántalmazás, szexuális abúzus, munkanélküliség, szenvedélybetegség. Ezek a problémakörök azok, amik miatt ki szoktak emelni gyerekeket a családjukból, és sajnos azt látjuk, hogy ezek a problémák sokszor össze is kapcsolódnak, hiszen el tudjuk képzelni, mit él át egy olyan gyermek, aki mondjuk egy szenvedélybeteg szülőnél él, vagy egy elhanyagolást tapasztal meg a szülő részéről. Ugye a szülő az az elsődleges gondozó, akin keresztül találkozunk a világ minden ingerével, és hogyha azt tapasztaljuk, hogy ez a szülő, aki felé mi feltétlen bizalommal és szeretettel vagyunk gyerekként, bánt minket, akkor az annyira elviselhetetlen gyerekként, hogy a gyermek ezt megpróbálja úgy felülírni, hogy nem hajlandó elfogadni, hogy a szülő bántó vagy elhanyagoló, azt fogja gondolni, hogy ő az, aki rossz. Tehát megél egyrészt egy traumát a szülő részéről, és elkezdi saját magát hibáztatni. Na most ebben a környezetében, ebben a lelki világában találjuk meg azt a gyereket, akinek az életébe aztán a rendszer beleszól és kiemeli. Maga a kiemelési procedúra is nagyon traumatikus, hiszen olyan emberek kezdenek el sürögni, forognak a gyerek körül, akiket ő ugye nem ismer. Márpedig egy nagyon drasztikus módon nyúl bele az életébe, kiemeli abból a közegből, amit ő eddig egyedüliként ismert, és mivel ezt ismeri egyedüliként, ezért ezzel azonosította a biztonság fogalmát. Ugye itt torzul is rögtön az, hogy mit gondol ő, vagy mit tapasztalt ő a biztonságérzet fogalmával kapcsolatban, ez rögtön torzul is. Na de a kiemelési procedúra során általában bekerül egy átmeneti gyermekotthonba. A törvény szerint egy hónapnál tovább nem maradhatna a gyermek, de annyira el tudnak húzódni ezek az elhelyezési tárgyalások, mire minden előzmény dokumentumot átnéznek a
a szakemberek, meg kihallgatják a szülőt, meg sok esetben a gyermeket is, hogyha már 12 év feletti, hogy nagyon sokszor fél évig is bennmaradnak egy ilyen átmeneti otthonban. Miben különbözik egy ilyen átmeneti otthon egy átlagos gyermekotthontól? Az átmeneti otthon így a nevénél fogva is egy átmeneti időszakot képez. Itt addig tartózkodik a gyermek, amíg el nem dől, hogy mi lesz a végleges gondozási helye. Nagyon ritka esetekben előfordulhat, hogy visszakerül a családjához, és akkor hazagondozásra kerül, de kerülhet nevelőszülőkhöz az átmeneti otthonból, vagy gyermekotthonba. És a feltételek milyenek ott? Tehát mondjuk ugyanúgy néz ki egy átmeneti otthon, mint egy... Mint egy bármelyik másik gyermekotthon, igen. Tehát ugyanúgy szobák vannak, nevelők foglalkoznak a gyerekekkel, ugyanúgy járnak be onnan iskolába, annyi a különbség, hogy addig tartózkodnak ott, ameddig el nem dől, hogy most hazamennek, nevelőszülőkhöz kerülnek, vagy egy gyermekotthonban, mint végleges gondozási hely. Mi ott kapcsolódunk be, hogy mi gyermekotthonokkal foglalkozunk. Sokszor találkozunk egyébként azzal az esettel, hogy... Egy gyermek, aki bekerül gyermekotthonba, utána még onnan bekerülhet nevelőszülőkhöz is, elkerülhet nevelőszülőkhöz is. És sajnos nem ritkán fordul az elő, hogy nevelőszülőktől visszakerül gyermekotthonba. Úgyhogy mi, hogyha már belépünk egy gyermeknek az életébe, akkor már követjük végig a rendszer úton, ameddig csak lehet, ameddig úgy engedélyezik, de... Mi kifejezetten a gyermekotthonokra fókuszálunk, erre specializálódtunk, és abban az esetben foglalkozunk nevelőszülőkhöz elkerülő gyerekekkel, akik úgymond a mi önkéntes tevékenységünk során került gyermekotthonból nevelőszülőkhöz. Mi fix gyermekotthonokkal foglalkozunk, lakásotthonokkal, ez pedig igazából csak annyiban különbözik a gyermekotthontól, hogy ott 12 fő gyermek van. Egy gyermekotthonban pedig többen, de a lakásotthon az egy családi ház, és ott csak maximum 12 gyermek lehet. Mi azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy a lakásotthonok könnyebben tudják integrálni a gyermekeket a családiasabb, bensőségesebb jellege miatt, kevesebb a nevelői fluktuáció, és nem ritka az, hogy a 12 főből mondjuk 3-4 testvér pár vagy testvérsor van, és könnyebben tudjuk bevonni a gyerekeket is. Mert ugye a csoport jellege miatt sokkal összetartóbbak a gyerekek, és jobban bevonhatóak. Azt lehet-e tudni, hogy hány gyermek él átmeneti vagy gyermekotthon van Magyarországon most? Összesen, akik nevelőszülőkhöz is elkerülnek, Magyarországon közel 25 ezer gyermek él gyermekvédelmi szakellátásban. Meg vagyunk róla győződve, hogy szám az ennél magasabb lenne. Nem mindenki kerül be a gyermekvédelmi szakellátói rendszerbe, mert nincsen annyira rálátása a jelzőrendszernek arra, hogy minden gyermeket kiemeljen. Ez az, ami a legszomorúbb, hogy a családon belüli erőszak az nagyon magas méreteket ölt, és nagyon magas a látencia is ebben. Sajnos ez jelen van, mint egy társadalmi probléma. A ti alapítványotok ugye állandó munkatársakkal és önkéntesekkel együtt dolgozik. Ti hány gyereknek tudtok egy évben segíteni? Mi 100 főben húztunk egy limitet, kénytelenek voltunk egy ilyen 100 főben gondolkodni, ez azt jelenti, hogy az önkéntes közösségünk is 100 fő, és az elért gyermekek száma is, támogatott gyermekek száma is 100 fő. Nekünk az a célunk, hogy végigkísérjük a gyerekeket a felnőtté válásukig, és utána is most tartunk ott, hogy a legidősebb gyerekeink már 17-18 évesek, és számukra egy külön utógondozói mentor programot dolgozunk ki, mert hogy mentor kapcsolatok nem szakadnak meg, hanem inkább átalakulnak egy másfajta támogatói kapcsolattá. A gyerekek nagyon komplex traumákat élnek át a vérszerinti családjukban, a kiemelés során, aztán pedig a gyermekotthonban való bekerülés során. Ezek mind olyan nehézségeket, sérelmeket okoznak a gyerekek számára, ami miatt ők elsősorban azt élik meg, hogy nincs beleszólásuk a saját életükbe, mert nem ők döntik el, hogy mi lesz velük, hogy hova kerülnek, és ez pedig egy olyan krízist eredményez számukra, aminek az lesz a következménye, hogy mintha így fel is adnák ezt, hogy jó, rendben, akkor én nem is csinálok semmit magamért, mert úgysem dönthetek, úgysem választhatok, úgysem rajtam múlik, és ez a úgysem rajtam múlik attitűd, ez aztán szépen így beleszövi magát a tanulás világába, és így fognak hozzá
csinálni az iskolában, és úgysem rajtam múlik. És egyébként is nagyon nehezen tudják hosszú távon végiglátni ugye az ő életüket, de hát ez jellemző is egy fejlődésben lévő gyermek számára, hogy elsősorban nem azért tanul, mert ötöseket akar hazahozni, hanem azért, mert hogy a szülő motiválja. Hogyan tudtok biztosabb érzelmi hátteret adni ezeknek a gyerekeknek? Mi egy mentorprogramot működtetünk, és ennek az a lényege, hogy minden gyermek mellé jusson egy felnőtt, aki csak vele foglalkozik. Ezt egy nagynéni-nagybácsi-szerű kapcsolódásként kell elképzelni. Az önkénteseink, akik jelentkeznek erre a szép feladatra, ők egy elég bonyolult procedúrán esnek keresztül, mert nyilván meg kell szűrnünk azt, hogy kik lesznek azok, akik a gyerekekkel foglalkozni fognak, hiszen önmagában véve az nem elég, hogy csak van egy jó szendékú segítő felnőtt, megfelelő segítővé is kell válni. Úgyhogy először egy pszichológiai tesztet tölt ki az önkéntes jelentkező, hogyha ezen megfelelt, akkor pedig egy személyes beszélgetés van, szituációs gyakorlatok, tehát van egy külön felvételi, azt követően pedig előképzések vannak. Hogyha felvételt nyer nálunk egy önkéntes, akkor azt követően is képzésekben meg szupervízióban részesül, és aztán pedig elkezdődik a gyermek otthonba való integrációs szakasza. Első körben mi csak lakásotthonokban vagyunk, és ez azt jelenti, hogy ha felveszünk egy új önkéntes csoportot, akkor őket egy új lakásotthonba integráljuk. Az önkéntes csoport az először csoportosan jár ki a gyerekekhez, tehát nem válik rögtön mentorrá valaki. A gyerekek is fel vannak készítve, hogy kik lesznek azok, akik rendszeresen látogatni fogják őket. Heti rendszerességgel megy ki ilyenkor az önkéntes csoport, és első körben ilyen kis ismerkedős, bemelegítő játékokat visznek, azt követően pedig már inkább fejlesztőbb, célzatú programokat, foglalkozásokat tartanak meg, de mindegyik foglalkozásnak, vagy akár csak a beszélgetéseknek is az a célja, hogy a gyermek megérezze, hogy itt most egy olyan közösség van, vagy egy olyan csoport van, akiben bízhat. Tehát ilyen bizalom megerősítő, bizalom fenntartó játékokat szoktunk vinni, érzelmi intelligencia fejlesztő játékokat. Ez a cél, hogy a gyermek meg tudja azt érezni, hogy ez most stabil, tehát stabilitást nyújtunk számukra az érzelmi kapcsolódáson keresztül. És miután ez az ismerkedési szakasz zajlik egy 6-10 hónapig, közben már látjuk, hogy hogyan alakulnak ki a párosok, és aztán pedig leülünk és megbeszéljük külön az önkéntesekkel, meg a gyerekekkel is, hogy hogyan látjuk, hogy a mentor-mentorált párosok hogyan alakuljanak ki. Általában ebben egyetértés szokott lenni, és azért ez mégiscsak egy nagy lépés, hogy ő, aki rengeteg bizalmi sérülést szenvedett el a családjában, a szakemberekben, az most biztonsággal tudja megélni azt, hogy ő újra kötődik. Ezt ugye a pszichológia is mondja, hogy a kapcsolódási sérülések azok a kapcsolatokban tudnak gyógyulni, és mi tulajdonképpen ezt nyújtjuk a gyerekeknek. Amikor már a csoportos időszaknak vége van, és egyenként járnak a mentorok a lakásotthonba a gyerekekhez, akkor továbbra is heti egyszer mennek, és akkor mennyi időt töltenek? Hogy néz ki ez együtt töltött idő? Minden önkéntes csoportnak van egy külön önkéntes koordinátora, aki az alapítvány, illetve a lakásotthon között kommunikál, tehát ő az, aki a szervezési kommunikációs munkákat segíti, és ő az, aki ebben az első szakaszban is megsegíti azt, hogy a mentor és a mentorált találkozások gördülékenyen tudjanak kialakulni, de aztán ezt követően már maga a mentor az, aki önjáróan egyeztet a lakásotthonnak a szakmai vezetőjével, vagy csoportvezetőnevelőjével, vagy hogyha a gyermek már egyébként nagyobb, akkor külön magával a gyermekkel is, mert 14 év fölötti gyermek már szabadon jöhet, és akkor este 6-ra kell visszaérnie. Ezek a találkozások egyébként nagyon sokan azt gondolják, hogy tanulásról szólnak, vagy arról, hogy valamilyen szakma felé motiváljuk a gyerekeket, és nem feltétlenül ez az elsődleges cél, ez a másodlagos cél. Az elsődleges cél az, hogy a gyermek egy bizalmasaként tudjon tekinteni a mentorára, hogy egy olyan személyként tudjon rá tekinteni, aki egy referencia személy, aki ez bármikor fordulhat. Akkor is fordulhat, hogyha egyest hoz haza. Akkor is fordulhat, hogyha egyébként
egyébként elege van az egész világból, vagy akkor is számíthat erre a felnőtt mentorra, hogyha egyébként nagyon motiválatlan és nagyon rosszul teljesít az iskolában. De ezeknek a mentorkapcsolatoknak nem feltétele a szorgalmi, vagy a feltétlenül a jó magaviselet, hanem inkább az, hogy a gyermek együttműködő ebben a kapcsolatban, a heti találkozásokban, és bizalmasaként tudja tekinteni. Mi ugye nem élünk a gyerekekkel, tehát mi nem vállalunk nevelői feladatokat, és talán szülők is tapasztalják azt, hogy sokszor, amikor nekik egy ilyen fegyelmező szerepben is kell lenniük, ugyanúgy, ahogy a nevelőknek is egy fegyelmező szerepben kell lenniük, akkor nem feltétlenül tudják azt a bizalmi szerepet is betölteni. Mi pedig a bizalmi szerepet töltjük be. Nyilván, hogy mi is fegyelmezünk, tehát a mentor kapcsolatoknak, a találkozásoknak van egy kerete, hogyha azt megszegik, akkor annak vannak következményei, de hogy nem mi indítjuk el őket az iskolába, és nem mi alakítjuk az ő napi rutinjukat, hanem a nevelők. És ezért sokszor előfordul az, hogy emiatt a nevelői fegyelmező szerep miatt nem a nevelőkhöz fordulnak, hogyha valamilyen súlyosabb probléma van, hanem inkább a mentorokhoz. És éppen nyáron fejeztük be, vagy dolgoztuk ki a gyermekvédelmi irányelveinket a Hintalovon Alapítványnak a segítségével, ami kimondja, hogy minden esetben, amikor a mentor tudomására jut olyan információ, amit tudnia kellene a nevelőnek, vagy akár szakmai vezetőnek, vagy akár felsőbb körökben fenntartónak, akkor nyilván annak megvan a maga módja, hogy a mentor az hogyan jelez, és sokszor voltunk már ilyen helyzetben, hogy maga a gyermek elmondta, hogy hazament hazalátogatásra hétvégén, és hogy megverték őt, és ezt nem merte elmondani a nevelőnek, viszont a bizalmasának, a mentorának igen, és akkor mi itt közbe tudtunk avatkozni, közbe tudtunk lépni. Ez most csak egy példa volt a sok miért közül. Miért nem meri ilyenkor elmondani a nevelőnek, hogy nem engedik haza többet akkor? Vagy? Pontosan emiatt a fegyelmező szerep miatt igen tart attól, hogy lehet, hogy akkor nem fogják őt elengedni. Hogy a szülő valami rosszat csinált, érzi az igényét, hogy erről jó lenne beszélni, nem mer szólni róla, mert akkor nem fogják őt hazaengedni, de hát akkor most mit is csináljon, és akkor tudja, hogy a mentorához fordulhat, mert a mentora ugye nem tudja eltiltani a szülőtől, és a mentora lehet, hogy tudni fogja, hogy ilyenkor mi a válasz. És ezek a mentor találkozók milyen keretek között zajlanak? Tehát ez ott van a lakóhomban, vagy inkább egy külső helyszínen, tipikusan? Hogy amikor mentorrá válik valaki, akkor az első szakasz, ez is körülbelül egy év, az arról szól, hogy a mentor csak is a gyermekotthon keretei között találkozhat a gyerekkel. Ez azért is van, hogy mi az alapítványnál a szakmai csapat, migráláson az ő mentor működésére. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy mentor próbaidőszak. És hogyha azt látjuk, hogy a képzéseken is részt vesz, és a támogató szupervíziós csoportban is részt vesz maga az önkéntes, meg jól alakul a bizalmi mélyülés a gyerek és az önkéntes között, akkor válik komplex mentorrá a mentor egyébként. Tehát így van megbontva a mentori önkéntes státusz, hogy első körben mentor, és akkor a második körben pedig komplex mentor. Most, ha komplex mentorrá válik valaki, akkor pedig már a gyermeknek a korától függ, hogy hol találkozhatnak. 12 év alatt szintén csak a gyermekotthon keretei között, és 12 év fölött pedig nevelői engedéllyel pedig már találkozhatnak a gyermekotthon falain kívül. Ez pedig az esetek többségében élményprogramot jelent. Tehát ilyenkor a komplex mentor kiállításra viszi a gyereket, vagy moziba viszi, vagy valamilyen külsős programra, vagy csak sétálni a Margit-szigeten. Tehát itt is azon van a hangsúly, hogy a kapcsolódást elősegítő programok történjenek meg. Meg van húzva egyébként egy anyagi limit, hogy az alapítványnál mi havi 10 000 forinttal támogatjuk ezeket az élményprogramokat. Most sajnos erre éppen nincsen keretünk, de hogy egyébként van ennek egy ilyen limitje, illetve ha az önkéntes saját zsebből szeretne beszállni, akkor az mindennel együtt csak 15 000 forint. Nem olyan sok, de abból kitelik, hogy élményprogramokat tudjon finanszírozni, vagy itt a kapcsolódáson van a hangsúly. Okay. Természetesen más a helyzet, ha arról van szó, hogy valamilyen fejlesztő füzet kell, vagy valamilyen fejlesztő foglalkozás, akkor
azt igyekszünk egyéb forrásból megvalósítani. Említetted, hogy nincs most keret. Most jelenleg nincsen keret. Honnan van forrásotok, vagy milyen forrásból dolgoztok? Milyen? Állami pályázatokból tudjuk fenntartani magunkat, nagyobb részt, illetve céges támogatások, meg magánszemély támogatások. És hogy nincs által. Most keret? Jelenleg ugye itt az elmúlt 1-1.5 évben minden civil szervezet így járt, hogy befagyasztásra kerültek a pályázati források kifizetései, és nagyon sokan jártak úgy, hogy nyertes kiértesítő ellenére sem érkezett meg a támogatási összeg. Volt egy ilyen kifizetési tilalom, forrásbefagyasztás. A mentorok milyen hátterűek, jellemzően végzettségüket, a szakmájukat tekintve milyen emberek csatlakoznak? Nagyon érdekes, mert különböző hátterű, és inkább fiatalok jelentkeznek hozzánk önkéntesnek. Ugye minden önkéntes felhívásunk nagyon nyíltan kommunikálja, hogy mi itt olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik hosszú távon el tudnak köteleződni a gyermekcsoport, illetve aztán majd később az egy gyermek mellett, és sokan szoktak hozzánk jelentkezni, tehát általában túljelentkezés szokott lenni. 20 és 40 év közötti fiatal felnőttek szoktak jelentkezni hozzánk. Hányan vannak összesen az önkénteseitek? Jelenleg 60-an vagyunk. Az önkénteseknek a felmérése és aztán az önkénteseknek a kísérése, még hogyha nem is igényel tárgyi eszközt, de egy folyamatos szakmai fejlesztést azt igényel. Most ezeket szakemberek tudják biztosítani, ennek pedig van egy költsége. Van nyilván egy alap operatív költsége is az alapítványnak, és ott vannak az élményprogramok, amiknek szintén van egy költsége. Na most az alapítványnak az éves költségvetése vagy igénye az 40-45 millió forint. Szóval ez az, amire nekünk éves szinten szükségünk van ahhoz, hogy minimum 100 fő gyermeknek illetve hát most 60 fő gyermek van, de hogy minimum a 100 főt húztunk meg limitnek, tehát hogy minimum 100 fő gyermek támogatását tudjuk biztosítani, és 100 fő önkéntesnek a folyamatos képzését. Tehát ennek egy ilyen nagyon durván 50 millió forintos költségvetése van. Aztán persze ezt még lehet húzni, mert nagyon szeretjük a pszichoedukációt, társadalmi edukációs kampányokat indítani, az már kommunikáció, marketing, ezt is nagyon fontosnak tartjuk, de nyilván ez nem feltétele ahhoz, hogy az alapítvány működjön, vagy ahhoz, hogy a gyermekeknek a mentorálását biztosítjuk, de ez is egy ilyen fontos szakmai cél nálunk, hogy edukatív, érzékenyítő kampányokat és előadásokat tudjunk tartani, az nyilván megnöveli a költséget. Hányan vagytok állandó munkatársakkal? Állandó munkatársak, most ketten vagyunk a szakmai vezető kolléganőmmel, akik mi ilyen stabil tagok vagyunk, és hogyha a forrásaink engedik, akkor pedig különböző szakemberekkel még megtámogatjuk az operatív csapatnak a működését. Ez jelenleg úgy néz ki, hogy van egy önkéntes koordinátorunk, egy fő önkéntes koordinátorunk, és egy kommunikációs munkatársunk, és akkor vannak még az egyes önkéntes csoportonként, még vannak önkéntes koordinátorok, akik csak azzal az adott csoporttal foglalkoznak. Meg van egy pénzügyi vezetőnk is, aki pedig a könyvelést, meg a pályázatoknak az elszámolását, anyagi elszámolását viszi. Úgyhogy így vagyunk legalább 8-10 fő. És mióta tart ez az időszak, hogy a pályázati kifizetések nem... Ez jelenleg egy éve van. Úgy is döntöttünk, hogy pont ezért döntöttünk úgy, hogy meghúzunk egy limitet, mert hogy gyermekek támogatását azt nem lehet rizikóztatni. Tehát mi nem növekedhetünk úgy, hogy egyébként nem látjuk legalább 5 évre előre stabilan az anyagi helyzetünket. Ezért is hoztunk létre egy vállalkozást, egy pszichológiai központot, hogy önellátó vagy önfenntartó alapítványát tudjunk válni. A szakmai vezetőnk pszichológus, ez az ő javaslatom volt, hogy induljunk el ezen a piacon, mert hogy ő látja, hogy erre van igény, van szükséglet, tehát van kereslet, és most ezt építjük. És az a cél, hogy a pszichológiai központot azt fellendítsük olyan módon, hogy az abból származó profit az elérje legalább a 45 millió forintot, ami minimum kell ahhoz, hogy 100 fő gyermeknek az állandó mentorálását
éves szinten azt vinni tudjuk. És az elmúlt évet akkor hogy oldottátok? Jelenleg évvégéig tudunk működni, válságterveket dolgoztunk ki, megbeszéltük a kollégáinkkal, hogy évvégéig tudjuk őket alkalmazni. Az önkéntes koordinátorok egy nagyon minimális jelképes díjat kapnak egyébként a heti 5-8 óra munkáért, amit végeznek, tehát ők hetente kb. 8 óra munkát raknak bele, és ők vállalják, hogy természetesen térítésmentesen végzik ezt a munkájuk mellett. Fenntartjuk akkor, tehát valahogy akkor... Igen. Tehát külön ilyenkor a szervezetek válságterveket szoktak kidolgozni, hogy akkor hogyan lehet fenntartani a szervezetnek a működését. Különböző pilot programjaink voltak egyébként, amiket sajnos el kellett engedni, meg a kommunikációs, edukációs kampányainkat is akkor el kell engedni. Hát ez ilyen áldozatokkal jár. Ez a pályázati befagyasztások miatt? Igen. Milyen pilot programotok volt például? Például a Career Guide program, amit nagyon szerettek szakmai körökben. Ez egy tanulás és munka világába beszoktató vagy integráló program, aminek az a célja, hogy elsősorban a gyerekeknek a hozzáállását, az attitűdjét változtassuk meg. Mert ugye van ez a hozzáállás, hogy én úgysem tudom alakítani a saját sorsomat, én úgysem tudok beleszólni, hát akkor minek tanuljak, meg egyébként is mi lesz belőlem, hát honnan tudjam, hogy mi lesz belőlem. Van egy ilyen negatív hozzáállás a gyerekekben, és mivel ez párosul egy sok esetben párosul viselkedés zavarokkal, vagy ilyen magatartásbeli nehézségekkel, ezért sok esetben az iskola is rányomja a bélyeget ezekre a gyerekekre, hogy ők rosszak, rosszul viselkedsz, rosszul tanulsz, de egy ilyen gyereknél, aki egyébként is egy traumatizálódott háttérrel, és még fejlődésben van a szervezete, a személyisége is, ő ezt be fogja építeni az én képébe, és hogyha neki azt mondják, hogy te rossz vagy, előbb-utóbb elhiszi magáról, hogy ő tényleg rossz, és ennek mentén fog viselkedni. Úgyhogy mi először ezt alakítjuk át, és feltérképezzük, hogy ő egyébként miben jó. Úgyhogy van egy részt, egy önismereti része ennek a Career Guide programnak, gyermekcsoportonként, korcsoportonként önismereti tréninget biztosítunk számukra, és azt követően egy munkaerőpiaci tréninget biztosítunk, szintén korcsoportonként a gyerekeknek, közben felmérjük, hogy melyik gyereknek mi az érdeklődési köre, majd ezt követően egyéni tanácsadási folyamatot biztosítunk, ez ilyen pályorientációs célzattal, hogy ott ez a motiválás, meg érdeklődési körök feltárása, ez egy mélyebb fókuszt kapjon az egyéni pszichológiai tanácsadási folyamatban, és közben pedig képezzük a gyerekekkel foglalkozó mentorokat is, akik kísérik a gyerekeket ebben a Career Guide tréning sorozatban. Tehát ők is képben legyenek. Ők is kapnak, ők igazából abban kapnak segítséget, hogy ők segítőként hogyan tudjanak jól kommunikálni egy ilyen helyzetben, amikor motiválni szükséges egy gyereket, vagy amikor ilyen negatív énképpel rendelkezik egy gyerek, vagy amikor tanulási nehézségei vannak, hogyan lehet jó segítőként részt venni egy ilyen nagyon nehéz folyamatban. A programnak a harmadik szakasza, ez az utolsó szakasz, ez pedig a céges gyakorlatias szakasz, ahol pedig az együttműködő cégek biztosítanak egy pályorientációs napot a gyerekek számára, ahol különböző munkaterületeken próbálhatják ki magukat a gyerekek. Ezt is megelőzi egy képzési folyamat amúgy, mindenkit nagyon képzünk. A cégnek a kollégái, akik részt vesznek ebben a programban, ők is kapnak egy külön felkészítőt, hogy hát úgy tudják, hogy milyen gyerekek jönnek hozzájuk, tudják, hogy a viselkedésük, hogy mire számíthatnak, milyen viselkedésre számíthatnak, illetve felépítjük a céggel együtt magát a pályorientációs napot. Most ez egy nagyon komplex projekt, hogyha 20 fős gyermekcsoportban gondolkodunk, akkor ennek a programnak az éves költsége, mert ez legalább egy évig tart, ez csak maga a program 20 millió forint legalább.
Ja, és ezért mondtad, hogy félretetjétek most. Ezt akkor félretesszük, igen, mert nekünk maga a mentorprogram az elsődleges, tehát hogy ezek azok a stabil kapcsolódások, amik nem sérülhetnek. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben Jó Beatrisszel, a Gyermekhíd Alapítvány operatív igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm a figyelmüket!